Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, a választ megadja itt ez a kártya. Látható, hogy ő előre tekint, mozgásban van, közeledik hozzád. A kezében a kard jelenti a fontos döntéseket. Azt is, hogy ő szeretne veled tisztázni valamit, keresi a társaságodat, hiszen ő szeretne beszélni veled. A ló viszont visszafele tekint, és fékezi az eseményeket. Ez jelentheti a múltat, hogy ő visszatekint a múltba, és emiatt lassabban megy ez a mozgás, vagy ez a ló jelenthet egy autót is, és mivel ez a ló fékezi most az eseményeket, lehet, hogy az autó a szervizben van, és nem tud most jönni hozzád, vagy kell, hogy még várakozzatok, mire itt kialakul valami, és lesz egy találkozás. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt a hetes szám a holdra utal, az jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. És mi ez a vágy? Mi ez az álom? Ez a találkozás, hiszen ő találkozni akar veled. Itt a papagáj jelenti a kommunikációt. De ez nem csak a beszélgetés, hanem látható a képen, hogy meg akar érinteni téged, látni akar téged. A harmadik kérdés az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt a tízes szám jelent egy új kezdetet. Amikor egy új periódus kezdődik, de látható ez a fáradtság vagy betegség, tehát vannak kezdetben még nehézségek. Az is lehet, hogy te nem érzed jól magadat. Az is lehet, hogy ő beteg. Mivel itt betegségről van szó, ez jelentheti az egészségügyi témákat is. Lehet, hogy ő azon a területen dolgozik, mint például egy orvos, és sok a munkája. Emiatt itt lelassul minden. És azt is jelentheti, hogy te nem érzed jól magadat, ő meg akar látogatni téged, megérint téged, hiszen jó szándékokkal közeledik, segíteni akar neked. Mi az, ami összefűz kettőtöket? Itt látható, hogy hasonlóak vagytok. Ez a virág jelenti a varázslatos kisugárzást, ezt a vonzalmat, és van egy olyan megnyugtató, gyógyító hatása is. Tehát itt a háttérben tényleg betegségről is van szó, vagy arról, hogy nem érzed jól magadat, mert fáradt vagy, mert kimerült vagy, de ő közeledik hozzád, segíteni fog neked. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!